9 ponttal Gyurta Dániel. Járvezi a Magyar Sportoságíró Szövetség Vándor Szerlegét és a Szervezőszövetség Sportoskártyát, valamint a Royal Szerzőjárt a felajánlott szemszámvető. Gyurta Dániel volt már a két férfi sportolója, de nem olimpiai bajnokként. Londonban világcsúccsal nyert 200 mellett, emellett Európa-bajnokságot továbbá rövidpályás VB-t és EB-t is nyert 2012-ben, vagyis mindent. Ráadásul, hogy egyáltalán részt vehessen a mai gálán, a nagy Jevgenyi Szányikov módosította a róla elnevezett hétvégi Szentpétervári kupa programját, így Daninak csak vasárnap kell 200 mellett úsznia, és itt lehet közöttünk. A második 1017 ponttal Berki Krisztián. Berki Krisztián életében először indulhat az olimpián, és mondomban két brit előtt állhatott fel a lólengés dobogójára. A harmadik helyen 746 ponttal Szilágyi Áron végzett. Szilágyi Áron 20 év. Szabó Bence 1992-es győzelme volt az első magyar kardvívó, aki olimpiai bajnok lett, a tővé a 13. magyar olimpiai kard egyéni aranyére. És akkor én jövök is ide közétek, elsőként Danihoz, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy mennyire tudtad kizárni Londonban a külvilágot, mert a brit sajtóból és a világ sajtóból gyakorlatilag egyfolytában a Gyurta Jameson párharc folyt. Az olimpiát. Hát szerintem lemerült a mikrofonunk, de tolmásolom, szóval az olimpián. Mondanám, hogy hajolj ide, és akkor hallatszódik. Ugye szeptemberben a japán Yamaguchi megjavította a londoni világcsúcsodat. Ez mennyire fontos, hogy megint a tiéd legyen? Mennyire presztízs kérdés neked? A legfontosabb az olimpiai aranyérem és az, hogy ezt meg tudtam nyerni, azt gondolom, hogy legyen ővé a világcsúcs. Nála is maradhat, ha vár az idején még meg fogom próbálni visszamenni, de azt gondolom, hogy az olimpiai aranyérem az, ami a legfontosabb számomra, hogy azt meg tudtam nyerni. Köszönöm szépen, Gyurta Dánielt hallottuk. Jövök Berki Krisztián mellé. De Londonban, olimpián, pontozásos sportágban megverni egy britet az óriási dolog. Mennyire tudtad ennek a terhét ott kizárni, vagy egyáltalán sikerült-e? Szép estét kívánok mindenkinek. Igazából szerintem az eredmény önmagáért beszél, hiszen teljes mértékben sikerült. És itt elsősorban a szurkolóknak tartozom a legnagyobb köszönettel, hiszen én amikor bementem a tornacsarnokba, sokkal jobban meg voltam adhozva a magyar szurkolók büdrivalgásától, mint mondjuk amikor az aranyjelmet a nyakamba akasztották, úgyhogy számára jó érzés volt, és köszönöm nekik. Köszönjük tehát a szurkolóknak, és köszönjük neked természetesen, és jövök Szilágyi Áronhoz. A mikrofont addig közben lerakom. Szóval egy életben azt gondolom, hogy kegyelmi állapot úgy vívni, ahogy te vívtál. Talán még nagy címát tudom példaként hozni. Nem tudom, azóta visszanézted-e, és te hogy élted meg belülről? Te is így láttad-e, hogy ez egy kegyelmi állapot volt? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen az volt, és itt hadd ragadjam meg én is az alkalmat, hogy ezért köszönetet mondjak a támogatóimnak, felkészítőimnek és mindenkinek, aki mellettem állt a felkészülésre, hiszen úgy gondolom, hogy ennek volt köszönhető az, hogy én olyan fizikális, mentális állapotban mehetem fel a pásztán, ami ezt az eredményt kihozta belőlem, ezért mindenkinek köszönöm. Köszönjük szépen! Szilágyi Áron, Gyurta Dániel és Berki Krisztián, kérlek titeket, hogy fáradjatok közébe egy fotóhoz. Amíg a fotósok dolgoznak, addig én összegeznék. A férfiaknál tehát Gyurta Dániel, a hölgyeknél Rista Véva, a csapatok között a Dombi Rudolf, Kökény Roland, Kajak Kertes, a szövetségi kapitányoknál Mocsai Lajos, az edző között pedig Féles Sándor lett 2012-ben az év legjobbja. És azt kérem, hogy maradjatok fönt, ne is menjetek most már le. A finálé következik, ugyanis gyertek vissza, Dani, ha gondolod, visszaosztod a serleget is.
És kérjük az összes díjazottat, hogy fáradjanak fel ide a színpadra. Ezzel a sportvilágok gála este 2012-ben befejeződött. Legalábbis a hivatalos program. A hivatalos program így igaz, úgyhogy egy nagy tapsot kérünk tehát mindenkinek, akik most itt vannak fel, és azoknak is, akik nem tudtak ide eljönni most hozzánk. Köszönjük szépen a figyelmüket, köszönjük, hogy eljöttek. Legfőképpen köszönjük a sportot.